Úra, itt tartja a Pax Romana az évi ezúttal tisztító közgyűlését. A házigazdák köszöntője után közös istentisztelettel kezdődött a vajdasági Pax Romana tanulmányi hétvégéje. Halálos rémület fogta el testem nekem. A több mint két évtizedes múlttal rendelkező civil szervezet a vajdasági keresztény értelmiségieket öleli fel. A rohanó világ emberének egyre több a problémája, és ezek a problémák nem hogy oldódon állnak, hanem egyre szaporodnak. És ilyenkor választ keres az ember ezekre a kérdésekre. A Pax Romana rendezvényeinek visszajáró vendége Korzenszky Richárd, a Tihanyi apátság perjelje, aki ezúttal előadásában a Szent Atya Ferenc pápa üzenetét hozta el Bács-Fekete-hegyre. Ferenc pápa azt mondja, hogy közelebb áll hozzá egy olyan egyház, amely vállalja a sebesülés kockázatát, és kimegy az emberek közé, mint egy olyan egyház, amelyik magába zárkózik, és egyszerűen őrzi önmagát. A civil szervezet négy kiemelt rendezvényének egyike a hagyományos tanulmányi hétvége. A vajdasági Pax Romana elnöke, Paskó Csaba szerint ezek a rendezvények a közösségről, a keresztényi értékrend erősítéséről és a fejlődésről szólnak. Aki tudatosan éli a kereszténységét, akinek kérdései vannak, akik nem elégszenek meg pusztán a hagyományok és a vallásosság mindennapi betartásával, megélésével, szeretnének egy kicsit a dolgok mögé kérdezni, azoknak ilyenkor erre mindig lehetőségük van. Az előadások után a keresztény értelmiségi civil szervezet tisztújító közgyűlését is megtartotta Bács-Fekete-hegyen.